Ebben a videóban a gyomorsav mennyiségének a növeléséről és a savasságának a visszaállításáról lesz szó. Szeretettel köszöntök mindenkit! A gyomorsavról szóló videósorozat első részében arról volt szó, hogy gyakorlatilag a betegségek 90%-a szoros összefüggésben van a kevés vagy a nem elég erős gyomorsavval, míg a második videó a gyomorsavat gyengítő és erősítő tényezőkről szólt. Ebben a második videóban több a gyomorsav előállításához szükséges mikrotápanyagot megemlítettem már, mint a nátriumkloridból, azaz a sóból a kloridot, illetve a káliumot is. De most nézzük a konkrét visszaállítási, visszasavasítási lépéseket. Mivel a gyenge gyomorsav, vagy a kevés gyomorsav következtében nagyon sokaknál már kialakultak konkrét problémák, ezért van egy pár olyan állapot, amikor a visszasavasítás előtt meg kell tennünk egyéb nulladik lépéseket. Először is, ha a H. pylori el van szaporodva, vagy ha gyomorfekélyünk van, semmiképpen ne a savasítással kezdjük, mert ezekben az állapotokban a savasítás csak ronthat a helyzeten. Ezeknél a problémáknál kell egy megelőző lépés, egy pár hét, amely alatt csökkentjük a H. pylorit, és elkezdjük regenerálni a sebet, a fekét a gyomorfalon. Ehhez a legjobb szer, amit ismerünk, a manukaméz, abból is a legerősebb változatok. A manukamézek erejét a rajtuk feltüntetett MGO érték mutatja, minél nagyobb, annál erősebb. Gyomorfeké esetén fontos a cink és az E-vitamin is, abból is a tokotrienolok, a bevitele, a cink pedig az egyik leghatékonyabb mikrotápanyag a fekélyeknek a megszüntetéséhez. A gyomorfekélyből a regenerálódást megtámogathatjuk aloe verával, kollagénnel, káposztalével, klorofillal és a finomított ételek kizárásával is. A visszasavasítás megkezdéséhez a legkézenfekvőbb és egyben a legolcsóbb szer az almaecet. Lehet közvetlenül az étkezés előtt vagy étkezés közben, esetleg étkezés után is fogyasztani. Ezt mindenkinek saját magának kell kitapasztalni, hogy mikor jó neki, nagyon változó szokott lenni, mindenkinek más-más válik be. 2-3 evőkanál almaecetet keverjünk el 1-2 deciliter vízben és ígyuk meg. Adhatunk hozzá stéviát vagy egy kis nyers mézet is. Ha nem tudunk mindig almaecetet inni, fogyasztani, mondjuk például a munkahelyen, segíthet az almaecet kapszula is, amely tapasztalatom szerint egyébként a legtöbb embernél hatékonyabb is szokott lenni a folyadékhoz képest. Az elfogyasztott almaecet kapszuláknak a mennyiségét is a probléma súlyossága, vagy az elfogyasztott ételek mennyisége határozza meg, tehát bevehetünk 1-2 vagy akár 3 kapszulát is az étkezés előtt, alatt vagy után. A betain-hidroklorid a második nagy segítség a kezünkben a gyomor pH értékének a csökkentéséhez. Általában emésztő enzimekkel együtt van jelen a kapszulázott készítményekben. Ez nem egy savas vegyület, viszont a gyomorban képes elősegíteni a sav képződést. Étkezés előtt egy 10-20 perccel a legjobb bevenni, és itt is saját magunknak kell beállítani igazából a mennyiséget. Ha súlyos a helyzet, vagy nagyobb étkezések előtt valószínűleg több kell belőle, kisebb étkezések előtt kevesebb is elég lehet. A betain-hidrokloridot és az emésztő enzimeket rövid távon célszerű csak szedni, ne szedjük őket hosszú távon, mert alapvetően nem az a céljuk, hogy helyettesítsék a saját gyomorsavat és az enzimeket, hanem az a feladatuk, hogy mondjuk egy 2-3 héten át történő szedés során beállítsák a gyomrunkat a több savtermelődésre. Ha az almaecet és a betain-hidroklorid fogyasztás, akkor a gyomortünetek rosszabbodnak, mondjuk fájdalom jelentkezik, erősödik a reflux, nagy eséllyel gasztritis van jelen, vagy fekély van a gyomorban. Fekély esetén a videó elején szó volt a teendőkről, gasztritis esetén pedig az erős lúgosító zöld ételek bevitele az, ami leginkább segíthet ilyenkor, például klorella, búzafű, lucerna, zöld turmixok. Mivel ilyenkor ugye sok a sav, amit az erős lúgosító ételekkel tudunk jól lekötni, visszafogni. A nyomelemek pótlásával a több enzim termelődéséhez járulhatunk hozzá. Az enzimek a lebontó és felépítő egységek a szervezetünkben, nem csak az emésztőrendszerben, de máshol is tevékenykednek. Például a króm elengedhetetlen a jó szénhidrát anyagcseréhez, a rész kell a kollagén és az elasztin megfelelő feldolgozásához, a cinkkel együtt a szuperoxid dismutáz enzimhez, a szelén a glutatiónhoz.
Az előző videóban szó volt már a nátriumklorid, azaz a só és a kálium fontosságáról. Sózzuk az ételeket, ne zárjuk ki a sót, mert a nátriumkloridból a kloridra szükség van a hidrogénklorid, azaz a gyomorsav fő összetevőjének az előállításához. A kálium pedig a gyomorsavat termelő hidrogén-kálium pumpa működtetéséhez kell. Ha nincs elegendő kálium, nagyon nehezen tud csak a gyomorsavat előállítani. A nyomelemek és a kálium beviteléhez ajánlom figyelmetbe az elektronik italport, a nátriumklorid pótlásához pedig a tiszta sót, azaz a 99% feletti nátriumklorid tartalmú sót. Holnap a következő negyedik videóban arról lesz szó, hogy milyen további lépéseket célszerű még meglépni, ha a gyomor pH-ja és a gyomor mennyisége kezd helyreállni. Ha szeretnéd, hogy más is megtudjon többet a gyomor egyensúlyának a helyreállításáról, kedveld a videót, oszd meg másokkal is, feliratkozás után pedig kattints a harang gombra is, mert csak így fogsz kapni értesítőt a következő hasonló videókról. Jó egészséget kívánok neked, találkozunk a következő videóban, addig is az egészség legyen veled!